Annáltatok, hogy három van egy. Két ember jön. Tegyük úgy félre, hogy ne zavarod, igen, van most elég jó hely, elférünk, hogy oda oldalt egyébként félre.
van, nagyon jó fölírod. Gyere, nagyon szépen megfogalmaztad. Tehát a vasteszelés. De többiek felületezi a szavak között helyet. Hát minden. Jaj, nem, ma jó. Tehát vasteszelésben jó, hogy a többiek elválasztják a szavakat. Milyen anyagok is voltak, kérdezettem, hogy bejön, menjünk, kérdezettem, vagy
Na akkor így, hogy a kémpor az oldal tetején helyezkedik el. Kémpor az oldal tetején helyezkedik el. Majd többi egy kémpor, igen, akkor nem kém, mert ugye nem a James Bond hamos, hanem a kém, ugye? Helyezkedik el? Igen. Elvesző a részgálit, pedig az oldalban. A részgálit pedig az oldalban. Ugye? Azért nem kétszínű, igaz? Mert vele oldódott a vízben. De majd mindjárt megmagyarázzuk, hogy miért. Na. Rendben. Tehát akkor mi a magyarázat? A kén miért van a oldal tetején? A részgálit mi van a vízben? A részgálit mit csinál a vízben? Feloldódott a kén, feloldódni. Nem, így van, tehát a kén nem oldódik vízbe, a részgálit pedig oldódik. Ki írja fel? Ki az, aki nem volt és szeretne még menni, gyere. Tehát írjuk azt, hogy a kén nem oldódik vízben, magyarázatkor a kén nem oldódik vízben. A kén nem oldódik vízben. Vesző a részgálit, igen. A részgálit, igen. Mi az a részgálit igazából? Az a bor. Igen, az részgálit. Jó, rendben van. Tehát a kén nem oldódik vízben, a részgálit pedig ilyen. Jó, mi a következő lépés? Kiolvassak el a harmadikat, ki szeretné. Aki szépen hangos, az olvasolva. Válaszunk szép, ez a dolog megszárad úgyis. Itt van nálam a szűrőpapír, adok mindenkinek, és akkor adjatok egyiket, tartsd meg egyiket a tovább, és akkor megmutatom, hogy hogyan kell hajtogatni. Vagy az, hogy órán is megmutatok. Na, megvan? Többet? Figyeljünk ide, mutatom, hogy körülbelül ez egy kisebb, de ez a legnagyobb szűrőpapír. Jó, hogy ilyen olyan kis harmonika szerűvé válik a papír. Mint nekünk most nem lesz körül, akkor nem vágjuk le a tetejét, de majd el tud levágjuk meg. Tehát úgy tudjuk ezt, hogy hajtsuk először ketté a lapot, jó? Ketté. Megvan? Utána így megint ketté. Tehát ilyen hajtjuk meg megint ketté. Ha megvan, akkor hajtsuk ki az egyik fülét így. Tudja, hogy a tárgyat már biztos csináltad, hogy gyerekkorodban nem csináltad, hogy a tárgyat. Na, így, hajtsuk ki. És az a lényeg, hogy mindig hajtogassuk ezt a felét, végkisebbet is, tehát hajtsuk vissza a szélét. Ha az megvan, akkor utána így kihajthatjuk, és akkor így befele is hajthatjuk. Jó? Megvan? Még várjon, tehát még itt vagyunk. Behajtottuk ki. Megvan ez idáig? Na, majd segítek akkor, hogyha. Tehát így hajtsa. Tehát először volt ugye így. Elhajtottuk, behajtottuk. Utána úgy is hajtjuk. Akkor kihajtjuk, így is hajtjuk. Tehát mindegy, hajtogassuk, hogy minél több ilyen kisebbetség legyen. Másik irányba is hajtsuk meg. Így. Hát ahogy mindenhogy segítek, így is. Akkor
nyilvánvalósul lesz, ugye, mert azért... Jó, hogyha sokat volt, az nem is kell feltétlenül mindegyiket belelőteni, ha már láttuk ki a dolgokat. Amíg lecsöpök, addig visszaállíthatjuk a kémcsőjára, majd a szépen lecsöpök magát, úgy minden esőt. Nem azt maradjon benne, kémcsövet, a töltélet, hogy betegyük a találmányba, és majd szépen ott lecsöpök magának. Ugye? Mi az, ami fölmarad a gombő papírba? Kémkor, így van, így van. Tehát nem férnek át a szűrőpapír
Átjavítom. Jó. Szűrőpapír pólusai. Jó, rendben van, minden is felírta akkor? Igen. Jó, kiolvassa, akkor már mehetünk tovább a második kísérletre. Kiolvassa fel. Ki és lefedjük, jó? Tehát nektek van itt ilyen kis üveglap, hogy a feltár megkeresitek, jó? Ezzel fogjuk majd lefedni. Ez a fehér por, ez a szódabikarbóna. Én mindenkinek erre teszek ettetet, tehát majd itt tartsa a kezébe, és amikor rátettem, tessék figyelni, tehát amikor a tettetet rátettem, akkor gyorsan így felgyelje és tartsa rajta az egyik emberke, a másik emberke meg majd utána csinálja, amit mondom. Ez lesz az első lépés. Akkor én hozom az ecetet. Jó. Így van, rá kell tenni majd, így van. Tehát ez gyorsabb kerület, hogy legyen belőle Yeah.
Édes víz, oxidált. Édes
ezért is nagyon jó, mert még tőlőcukra kívánok. Tehát kérdés az, hogy fotoszintézis miatt, fotoszintézis, de várj az ember, ha jézus lenne tőle, fotoszintézis miatt, mert szőlőcukrot, és oxigént állítanak a kellőt. Mert szőlőcukrot és oxigént állítanak a kellőt. Mert szőlőcukrot és oxigént állítanak egy két rajta. Lemaradt. Mert több, pozitív a tűnőt. Hát azért van az iskában, hogy megtanulja mindent rendesen. Tehát fotoszintézis miatt, mert szőlőcsukrot és oxigént ott is raktak ki, oxigént állítanak elő. Mert szőlőcsukrot és oxigént állítanak elő. Fontos szerepe van az üvegházhatás kialakításában is. Mit jelent az üvegházhatás? Tehát a széndioxid fokozott felszaporodása miatt
Ilyen órában fogjuk, és akkor...